Hagyományos klasszikus étel, a gulyás készül, gulyás leves Hagyományteremtő jelleggel indult el előző éven az első cigányétel főző verseny sátora jó helyen. Finom ételek is még jobb hangulat jellemezte a rendezvényt, amelynek a ligettér, vagy ahogy mindenki ismeri, a csendőrkert adott otthont. A nemzetiségi hagyományok őrzése mellett több fő célja is van a versenynek, többek között a közösségépítés és az adományozás is. Erről beszélt a Zemplén televíziónak lakatos Robert szervező. A verseny célja az valójában a jótékonykodás volt, hogy az induló csapatok, amit elkészítenek ételeket, az valójában kiosszuk, tehát a belépés ingyenes és a fogyasztás is mindenkinek ingyenes. Ez is próbálunk még jobb hangulatot teremteni. Fellépők lesznek, zenészek, fellép az helyi tánccsapat is. Rengeteg felajánlást kaptunk magánvállalkozóktól, üzletektől itt új újhelyben. Úgy gondolom, hogy újhelyben most nem nagyon van olyan rendezvény, ami a romákat összetartsa. Próbálunk valami újat alkotni. Lakatos Robert elmondta még, hogy az elmúlt időszakban több mindenben részt vettek a társaival. Ilyen volt például az adományosztás is, amelyet folytatni szeretnének a következő hónapokban. A második cigány ételfőző versenyre eddig közel 10 csapat jelentkezett már. Az idei éve eddig 7 csapat van, aki fel van írva, de augusztus 1-szól a határidő, tehát várjuk a további csapatok jelentkezését is. 9 órától van kapunyítás, az étel, amit választanak, az inkább legyen, mert mivel a cigány cigány étel, tehát ilyen cigány specialitásokat várunk. 9 órától kapunyítás, 10-től helyek elfoglalása, 3 órát adunk minden csapatnak a főzésre, tehát 1 órakor van vége a főzésnek, és ilyen 2 és 3 óra között lesz a zsűrinek az eredmény hirdetése. Felajánlásokat kaptunk, de szeretnénk inkább magánrendezvényként tartani ezt az eseményt. A polgármester úr az nagyon segítőkész volt, és mindenben mellettünk áll, neki nagyon nagy köszönettel tartozunk. Ahogy már Lakatos Robert is említette, a rendezvényen több előadó és zenekar is fellép, így a Románó Szúnó táncegyüttes is, valamint beszédet sátorai újhelyváros polgármestere, Szamosvölgyi Péter mond.